Öt kislány játszik a gyerekszobában, közülük négyen nevelt gyerekek. A Decsen élő Ignás család hosszú évek óta fogad magához gyermekvédelmi gondoskodásban lévő kicsiket, hogyha csak átmeneti időre is, de otthon nyújtsanak a számukra. Amennyi áldozattal jár ez a hivatás, annyi szépséget is rejt magában. Ezért is választotta 6 évvel ezelőtt a nevelőszülőséget Ignácné Balog Mónika. Szerettem volna valami jót adni. Szerettem volna azt, hogyha... Tudom azt, hogyha az a gyerek, aki velem van, az jó helyen van, az megérkezett, és tudom őt terelgetni, és tudom őt bármilyen irányba, akár hazafelé, akár örökre, ha velünk maradnak, akkor jó neki, ha velünk vannak, mert azt a szeretetet, azt a biztonságot, amit ők igényelnek, mi meg tudjuk adni nekik. Gyermekvédelmi gondoskodásban lévő gyerekek ma már nem nagy létszámú intézetekben, hanem nevelőszülőknél, vagy kisebb 10-12 fős lakásotthonokban élnek. Jelenleg közel 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban Magyarországon. Tolna megyében 330 családjából kiemelt gyermekről gondoskodik a Szent Ágot a gyermekvédelmi szolgáltató. Ők 110 nevelőszülői családnál élnek. A szolgáltató célja az, hogy számukra megfelelő környezetet találjon, ahol szeretet és biztonság veszi őket körül. Jó azt tapasztalni, hogy sok ilyen nevelőszülő van a rendszerünkben, és nyilván más hálózatok rendszerében is. És hát keressük azokat a jó embereket, amit Mónikánék is láttunk, hogy nagy szeretettel fogadták a gyermekeket, családba teljesen beépülve, saját gyermekükkel együtt öt kisgyermekről gondoskodnak a teljes körellátás keretében. És hát azt szeretnénk, hogyha ez a példaértékű hivatás, amit Mónika és családja végez, az inspirál lenne többiek számára is. Nevelőszülőnek olyan 24 évet betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik megfelelnek a jogszabályi feltételeknek, és akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni azok előtt, a gyerekek előtt, akik valamilyen ok miatt nem nevelkedhetnek a saját családjukban.